Az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetének emeletei idén is zsúfolásig megteltek vendégekkel. Minden 12. évfolyamos osztály felkötötte a szalagját az iskola zászlajára, és elmondták jelmondatokat. Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig remélni és szeretni, így érdemes a földön élni. Majd megkapták a végzősök a különböző színű szalagokat, amely azt jelzi számukra, hogy hamarosan következik az érettségi, és elhagyják az iskolát. A fényképezők sorra villantak egymás után, hogy megörökítsék a szalagtűzés pillanatait. Papné dr. Forgács Edit az intézmény igazgatója elmondta, hogy minden végzős osztályról a legkülönbözőbb, különleges emlékek jutnak eszébe ezen az ünnepélyes alkalmon. Majd felhívta a diákok figyelmét az élet legfontosabb értékeire. A legfontosabb dolgok évezetek óta változatlanok. Az őszinteség, a szeretet és tisztelet, és legfőképpen a magatokhoz és az általatok szeretett személyekhez való hűség ma is elengedhetetlen ahhoz, hogy minden reggel szembe tudjatok nézni magatokkal a tükörben. Hiszen mindenkinek hazudhattok, de magatoknak nem. És a mások általi tiszteletet és becsületet csak akkor tudjátok kivívni, ha ti magatok is becsültök másokat. Ezután a 11. évfolyamosok adtak műsort, majd az ünnepség legjobban várt része következett. A végzősök táncai idén is széles repertoárral szolgáltak. A keringő nem maradhatott el, látványos báli ruhák és elegáns koreográfia kápráztatta el a közönséget, de merészebb showtánccal is kiálltak a 12-esek. Pap Dóra Lilian azt mondja, a szalagavatót már nagyon várta, és az ünnepséget megelőző próbák is izgalmasan teltek. Én a szalagavatót azt izgatottan vártam már elég régóta, mert nagyon tetszik nekem ez az esemény, hogy így közösen előadunk valamit, meg szerintem ez így össze is kovácsolja az osztályt. Másrészt viszont így egyre jobban érzem, hogy közeledik a vége a 12-nek, meg az érettségi, az pedig már nem feltétlenül tölt olyan nagy örömmel, mert még szívesen maradnék így a gimnáziumban. Kovács Bence szerint a szalagavató egyszerre örömteli és kicsit szomorú is egyben, hiszen az ünnepélyes pillanatok mellett a közelgő év végére is emlékeztet a szalag feltűzése. Nagyon jó összetartó osztályközösség vagyunk, ugye a táncban is könnyen meg tudtunk egyezni a ruhákban, illetve a próbák alatt is jól tudtunk együttműködni. Az est végén pedig a végzősök felkérték szüleiket. Meghatódott édesanyák és édesapák érkeztek a parketre. Ez a tánc zárta az ünnepséget.